Azzal a céllal kezdeményezte a Roa Wallenberg Egyesület egy önálló díj létrehozását, hogy etikai mércét és példát állítson a magyar társadalmi és politikai közélet elé. A díj azoknak az áldozatos munkáját ismeri el, akik jó példaként szolgálnak a hátrányos helyzetben élők, illetve diszkriminációt elszenvedők érdekében. Ebben az évben is átadták a Raoul Wallenberg díjakat Budapesten. A vízkorszakban magyar zsidók ezreit a deportálástól megmentő svéd diplomatáról elnevezett elismerést azok vehették át, akik bátor kiállásukkal, életútjukkal példát tudnak mutatni a közéletben. Az idei díjazottak között a Szabolcs megyei Pusztadobos önkormányzata is szerepel. Vendégünk a stúdióban természetesen Pusztadobos település első embere, Dani Attila polgármester úr. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönjük szépen. És már itt a beszélgetés elején hadd gratuláljak önnek és a településnek. Köszönjük szépen a település nevében is. Köszönöm. Önök egyáltalán Pusztadoboson mióta tudnak ennek a díjnak a létezéséről? Hallottam már róla korábban, 2012-ben. Egyik ismerősöm kapta, de most nagyon meglepett januárban, amikor az értesítést kaptunk, hiszen eltelt 5 év, és nem gondoltam, hogy mi itt a keleti végeken ilyen díjra leszünk érdemesek. Az ember úgy belegondol, hogy önök követhetik-e azt a folyamatot, aminek az a vége, hogy egy ilyen díjjal önöket elismerik, de ezek szerint nem. A település neve hogyan merült fel egyáltalán, mint lehetséges díjazott? Hát egy hosszú folyamatnak az eredménye ez, így utólag kiderült. A településen élő roma kisebbség körében végzett integrációs felzárkóztatási program kapcsán 2009-től kezdtünk el egy olyan programot, ami ránk vonta a figyelmét a felzárkóztatási államtitkárságnak is, és a szakembereknek. Ez nevezetesen ugye a Biztos Kezdett Gyerekház program indulása, és onnan az a folyamat szépen haladt, aztán most itt tartunk. Hát ilyen jellegű programot én gondolom, hogy azért az ország több pontján is elindítanak, hiszen országosan a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nem csak ott önöknél, nem csak itt ebben a térségben indít ilyen programokat, akkor gondolom, hogy az utókövetés vagy a tapasztalatok valami kiemelkedőt mutathattak. Való igaz, több mint 100 településen van az országban csak a Biztos Kezdett program, de nyilván említhetnénk azokat egyéb olyan programokat, amelyek hasonló témában, szociális témában, akár az ifjúságnak, akár a felnőtt lakosságnak segítséget nyújt. Én azt gondolom, hogy a mi esetünkben az a igyekvés, hogy ne csak egy korosztályt, ne csak a gyerekeket segítsük, összességében hozta ezt az eredményt, hogy a nullától szinte a felnőtt vagy nyugdíjas korosztályig átfogóan végezzük azt a munkát, ami az együttélés és a integráció folyamata. Most ugye egy díjról beszélgetünk, és bizonyos szempontból sikeresnek mondható évekről, de ezek az évek bizonyára nem könnyűek, és maga a feladat sem egy könnyű dolog. Hát általában nem könnyűek az évek. Ez a téma meg azt gondolom, hogy mindenkinek nagy kihívás azokon a településeken, ahol a roma lakosság lassan-lassan nagyobb százalékban van jelen, főleg a köznevelési intézményekben, ott azért meg kell vívni a mindennapi csatát mindenkinek, mind a kisebbségnek, mind a többségben élő helyi társadalomnak, de én azt hiszem, hogy mint az eredmények is bizonyítják, lehetséges ez. Ki volt az személy szerint, ha elmondhatjuk, aki önöket felterjesztette? Igen, személyes kapcsolatunk van, több éves kapcsolat a említett államtitkársággal, és helyettes államtitkár asszony Langerné Viktor Katalinnak, akinek ezúton is köszönöm a felterjesztést és az elismerést. Ő az, aki ennek a szaktárcának a ismerője és régi segítője. Én kívánom, hogy még sokáig maradjon ilyen szellemiséggel, ilyen akarattal ő is, és együtt tudjunk dolgozni. Magyarországon az említett egyesületnek köszönhetően ugye pár éve már magánszemélyek, illetve szervezetek
kaphatják meg ezt a díjat. De azért nem olyan nagyon régen, hogy olyan sokan legyenek Magyarországon Wallenberg díjasok. Azt azért azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy önök még itt az elején vannak ennek a társaságnak, akik díjazottnak mondhatják magukat. Ebben az esztendőben is ugye úgymond szervezetként vagy településként egyedül pusztadobos volt jelen a díjazottak között. Kik voltak még, akik kaptak ilyen díjat? Tehát ugye ők magánszemélyek. Igen, nyilván most nem biztos, hogy tisztem neveket felsorolni, de olyan szervezetekben végeznek munkát, kutató munkát a kisebbségek érdekében. Ez nem csak a roma kisebbség természetesen, hanem a hazánkban élő sok olyan kisebbség, akik valamilyen hátránnyal küzdenek, illetve nyilván a holokauszt kapcsán többen végeznek kutatómunkát, és ezek a személyek nyilván valamelyik szervezetnek a dolgozója, vagy olyan magánszemélyek, akik a állásuk mellett, a munkakörük mellett veszik a fáradtságot, és hosszú-hosszú éveken vagy 10 éven keresztül kutatómunkát végeznek, és egy ilyen díj a vége, vagy a folyamat része az elismerésnek. Hova kerül ez a díj? Hát én azt gondolom, hogy mivel az önkormányzat, illetve az önkormányzat révén a település lakosságának egészen élvezheti ezt az elismerést, ez a polgármesteri hivatalba kap majd helyet a többi elismerés között, és bekeretezve természetesen fogunk neki örülni, és ennek szellemében fogjuk ezt a munkát továbbvinni. Ezt a díjat mindenféleképpen egy elég speciális szempontból ítélik oda, tehát a pusztadobosra kerülő újabb elismerés milyen más komolyabb díjak mellett fog majd helyet foglalni? Mire büszke ön, mint polgármester a település nevében? Igen, hát én azt gondolom, hogy mivel még nem régen vagyok polgármester, a saját magam érdemeit nem szívesen hoznám így elő, de azt hiszem, hogy kiemelkedőt alkottunk az elmúlt években a közfoglalkoztatás terén, ami része tulajdonképpen a felnőtt lakosság révén ennek a díjnak is. Ott azért több helyen megfordultunk az országba a közfoglalkoztatási kiállításokon. Aztán az iskola, az általános iskolánk ugyan tankerületi fenntartásba került, viszont az a munka, amit ott a pedagógus kollégáink végeznek, hogy csak egyet említsek, a referencia intézmény, a pusztadobosi általános iskola, ami a megyében nem sok van, de még nyilván vannak egyéb címek is, vagy az óvodában is olyan szakértő vezető van, aki a megyében elismert szakértő, tehát én azt gondolom, hogy mindenki így szakmailag részese ennek a kis díjacskának. A településen, amikor ön megjelent és hazavitte ezt az elismerést, akkor tehát vajon hányan lehettek, vagy hányan lehetnek, akik igazán tudják ezt értékelni? Hát nem tudom. Tegnap tartottam egy értekezletet a dolgozóimnak, ahol közel 40-en voltunk. Megosztván azt az örömet és elismerést tovább osztva, hogy ez nem az én érdemem, én elhoztam a díjat, nyilván büszke vagyok rá, és büszke vagyok a dolgozóinkra. És láttam örömet az arcokon, mert azért mindenkinek jól esik a dicséret, még akkor is, hogyha áttételesen most a polgármester köszöntötte és dicsérte meg a dolgozókat, de én úgy sugalltam, hogy mindenki érezze magáénak ezt az elismerést, hiszen nem minden nap kapunk sajnos, de örülünk neki mindenképpen. Én még egyszer gratulálok ehhez az elismeréshez, és további kitartást és sikereket kívánok önöknek, illetve olyan lehetőségeket a település számára, amelyeknek köszönhetően ugye ilyen sikerre ítélt programokat tudnak elindítani és működtetni a településen. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönjük szépen, igyekszünk.